Na jó, hát mindenkit szeretettel üdvözlök, akkor most is a sorra következő, vagyis áprilisi mindátunk van. Szerintem kivételesen izgalmas programot sikerült összepakolni mindenféle izgalmas témával, és rögtön az első egy olyasmi lesz, amiről majdnem biztos, hogy mindenki, aki itt van, vagy aki érdeklődik a tudomány iránt hallott. Ugye az egyik legnagyobb szenzációja a elmúlt hónapnak az volt, hogy sikerült kimutatni, hogy a Big Bang után valóban egyfajta infláció keresztül ment a világegyetem, és erről fog nekünk hogy Péter beszélni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy lehetek. Ez a bicep eredményhez bevallom, hogy lazán kapcsolódik az én munkám, olyan értelemben, hogy én gravitációs hullámokkal foglalkozom, de egy kicsit más területen, mint ami a bicep teleszkópnak a felfedezése. De mint gravitációs hullámot azért ez bizonyos értelemben ez a felfedezés egy előkészületét jelenti egy új tudományág születésének, amikor gravitációs hullámokat reményeink szerint már rutinszerűen fogunk használni csillagászati megfigyelésekben. A kevesebb mint egy hónappal ezelőtt, március 17-én a bicep 2 távcső dolgozó kutatók egy korszakalkotó felfedezést jelentettek be. Az állításuk szerint a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás polarizációs mintázatában felfedezték a kozmikus infláció gravitációs hullámainak nyomát. Ez egy ilyen szép bonyolult mondat, de tulajdonképpen az én előadásom arról fog szólni, hogy megpróbálom elmagyarázni, hogy mit is jelent ez a mondat. És ahhoz, hogy ezt el tudjam magyarázni, hogy mit jelent maga ez az egész mondat, ahhoz azokat a fogalmakat szeretném először is elmagyarázni, amik szükségesek a mondat megértéséhez. Úgyhogy kezdjünk is rögtön bele. Hát az első ilyen fogalom, az a téridőnek a fogalma. De amikor mi a fizikában eseményeket szeretnénk leírni, hogy, akkor ezeknek megadjuk koordinátáit, hely és idő koordinátáit. Általában három helykoordinátát és egy időkoordinátát adunk meg. Ez az, ami jól meghatározza, hogy egy esemény hol és mikor történt. Hát már a egyszerű esztétika is arra vezethet minket, hogy ezt a négy különböző koordinátát ne kezeljük külön, hanem kezeljük egyben. Ne beszéljünk külön térről és időről, hanem beszéljünk egységesen téridőről, és minden egyes eseménynek adjuk meg ezt a négy paraméterét, hogy hol és mikor történt. Valójában Albert Einstein volt az, aki rámutatott arra, hogy sokkal mélyebb összefüggés van egyszerű esztétikánál a tér és az idő között. Tehát igazából fizikai okunk van arra, hogy ezt a teret és az időt együtt kezeljük. Hogyha mozgásokat vizsgálunk, azzal, hogy én most itt állok, valójában így is mozgok, én időben mozgok előrefelé. Ha pedig elindulok, akkor már nem csak időben haladok, hanem térben is. És a fizikai valóság az, hogy amikor én térben elkezdek mozogni, az befolyásolja az én időbeli mozgásomat is, egészen hasonlóan ahhoz, mint amikor én térben mondjuk egy irányba haladok észak felé, és egyszer csak elfordulok és elkezdek észak-keleti irányba haladni, akkor az én észak felé haladásomnak a sebessége, vagy az észak felé haladásom lelassul emiatt a fordulás miatt. És egyszerűen a világ úgy működik, hogyha én most így időben haladok egy irányban előrefelé, de elkezdek mozogni térben, akkor az időben való haladásom lelassul. Az időben való haladásom és a térben való haladásom nem független egymástól. Ezt a hétköznapokban nem érzékeljük. Az, hogy ezt érzékelni tudjuk, ez nagyon nagy sebességgel kell mozognom, fénysebességhez közeli sebességekkel, akkor válik ez szembetűnővé, hogy ténylegesen ez történik meg, hogy egy mozgás során az időbeli mozgásom, hogy az időbeli haladásom az lelassul. Ilyen mély kapcsolat van tér és idő között, és ezért jogos az esztétikán túl téridőről beszélni, és négy dimenzióval leírni a testeknek a mozgását, hogy ilyen jelenségeket jól ki tudjunk fejezni, le tudjunk írni. És Einstein arra is rámutatott, ez már az általános relativitás elméletének az eleme, hogy ez a négy dimenziós téridő, amivel mi leírjuk az eseményeket, ez bizonyos értelemben úgy viselkedik, mint egy rugalmas közeg, mondjuk mint egy rugalmas gumilepedő. A téridő az meg tud nyúlni, össze tud húzódni, tud fodrozódni, és a térnek a megnyúlását, összehúzódását vagy fodrozódását egyfelől befolyásolja a testek mozgása,
Másfelől pedig a térben jelenlévő gravitációs mező. Pontosabban nem a gravitációs mező az, ami a téridőnek a megnyúltságát vagy összehúzódását okozza, hanem maga a téridőnek a megnyúlása vagy összehúzódása az a gravitációs mező maga, amit viszont az anyag hoz létre. Az anyag létrehozza a gravitációs mezőt, ami maga ennek a négydimenziós téridőnek valamifajta megnyúltsága vagy összehúzódottsága. És a gravitációs mező az időben változni is tud, és ez a változás ilyen fodrozódásszerűen, akár tovább is tud terjedni hullámszerűen. A téridőnek ezeket a fodrozódásait nevezzük gravitációs hullámoknak. Ez az elméletnek a következménye, az Einstein általános relativitás elméletnek egy jóslata, hogy létezniük kell. Az, hogy ezek léteznek-e a valóságban, az nagyon sokáig egy külön kérdés volt, amit nem sikerült még megválaszolni. Tulajdonképpen most is csak közvetett bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan, hogy ezek a gravitációs hullámok, ezek ténylegesen léteznek a világban, és nem csak egy elméletnek valami furcsa következménye. Az, hogy tényleg igaza volt Einsteinnek abban, hogy ez a téridő ezt tud nyúlni, amit egyszerűen itt a világunkban úgy el lehetne képzelni, hogy én itt állok, ti pedig ott ültök, egyikünk sem mozdul el, és mégis közöttünk a távolság meg tud nyúlni, vagy össze tud húzódni. Ilyen furcsa jelenségekre képes ez a téridő. És hogy ez a jelenség létezik, azt Edwin Hubble csillagász volt az, aki egészen nagy méretskálákon kimutatta. Ő galaxisokat vizsgált, körülöttünk lévő galaxisokat, és ez a csillagászati megfigyeléseken keresztül rá tudott arra mutatni, hogy tőlünk minden egyes galaxis távolodik. Hát itt két lehetőség van, hogyha minden tőlünk távolodik, akkor vagy egy különleges helyen vagyunk a világegyetemben, és mindenki tőlünk megy el, vagy pedig bárhova is ülnénk, bármelyik galaxisban, pontosan ugyanezt látnánk. Ebben az esetben nincs egy különleges hely a világegyetemben. Hát ezt ellenőrizni nem tudjuk, mert nem tudunk átülni egy másik galaxisba, de azt feltételezzük, hogy a világegyetem ilyen, hogy nem mi vagyunk különleges helyen a világegyetemben, hanem bármelyik galaxisra ülnénk rá, pontosan ugyanezt látnánk. Ha pontosan ugyanezt látjuk minden egyes galaxisból, hogy mindenki távolodik tőlünk, akkor valójában nem a galaxisok azok, akik mozdulnak el tőlünk, hanem a tér az, ami nyúlik közöttük. És ez a táguló világegyetemnek a képe tulajdonképpen, amire Edwin Hubble volt, aki a első megfigyelésből származó bizonyítékot produkálta. Tehát ahogy haladunk előre az időben, ezek a galaxisok egyre távolodnak egymástól. Ez azt jelenti, hogy ha elképzeljük, visszafelé játsszuk le az időt, akkor ezek a galaxisok egyre közelebb és közelebb helyezkednek el egymáshoz, az anyag egyre közelebb és közelebb kerül, és emiatt egyre sűrűbbé és sűrűbbé válik. Ha egyre sűrűbbé válik, akkor az anyagot alkotó részecskéknek az energiája is egyre nőni fog, egyszerűen egyre hevesebben és hevesebben kezdenek el mozogni az anyagot alkotó részecskék, és ugyanez igaz a fényhullámokra is, hogy ahogy visszafelé játsszuk le ezt időben, a fényhullámok egyre hevesebben és hevesebben rezegnek, egyre nagyobb lesz a frekvenciájuk. Egyre nagyobb az anyagnak az energiája, és ez azt is jelenti, hogy az anyagnak a hőmérséklete is egyre nagyobb lesz. Hőmérsékletet nem csak a szokványos anyagra tudunk értelmezni, de a fényhullámokra is, egyszerűen ezen keresztül, hogy a fényhullámoknak mekkora ez a rezgési frekvenciája, mennyire gyorsan rezegnek, annak meg tudunk feleltetni hőmérsékletet is. Tehát visszafelé játsszuk le ezt a filmet, azt gondoljuk, hogy egy korai állapotában az univerzumnak nagyon sűrű volt, nagyon nagy hőmérsékletű, és ami még szintén jellemző volt rá, hogyha nagyon nagy volt a hőmérséklete az anyagnak, akkor egyszerűen a semleges atomos anyag nem létezhetett. Annyira hevesen mozogtak az őt alkotó részecskék, hogy nem lehet az, hogy stabilan meg tudtak maradni, semlegesen ezek a atomok. A világegyetemnek a nagy részét hidrogén és hélium az, ami alkotja, becsapós az, hogy mi jellemzően nem hidrogénből és héliumból állunk, hanem magasabb rendszámú és tömegszámú elemekből. A világegyetem nagy részét hidrogén és hélium gáz alkotja. Visszafelé játsszuk le ezt a filmet, ez a gáz egyre forró, míg eljutunk egy olyan állapotig, amikor már semleges hidrogén és hélium nem létezik, hanem egyszerűen a hidrogén és hélium atom magok azok, amik szabadon tudnak mozogni, és az ő elektronjaik pedig szintén szabadon mozognak, egy ilyen plazmának nevezett, forró plazmának nevezett közegben.
ahogy elindítjuk az időt most megint előrefelé, ez egyre ritkul ez az anyag, egyre kisebb lesz a sűrűsége, egyre hűl, míg nem elérünk egy olyan állapotig, amikor már annyira alacsony a hőmérséklete ennek a plazmának, hogy már ki tudnak alakulni ezek a semleges atomok. Tehát a protonok meg a hélium atomok be tudnak fogni szabad elektronokat, és ki tudnak alakulni ezek a semleges atomok. Amikor ez megtörténik, akkor azok a fényhullámok, amik a töltött részecskékkel, elektromosan töltött részecskékkel kölcsön tudnak hatni, meg tudják őket rázni, ettől a pillanattól kezdve átlátszóvá válik a világegyetem a fényhullámokra. A hidrogén gáz, a hélium gáz az átlátszó, ezt mi ismerjük is, de a plazma maga az nem átlátszó. Tehát innentől kezdve, ettől az időpillanattól kezdve a fényhullámok egyszerűen szabadon tudnak haladni, anélkül, hogy ütköznének ezekkel a részecskékkel, és nagyon-nagyon távoli pontokból, ettől a pillanattól kezdve, amik elindultak fényhullámok felénk, azt ma is tudjuk észlelni. Ezt a folyamatot, amikor az ionizált plazmából kialakulnak semleges atomok, semleges részecskék, ezt hívjuk úgy, hogy lecsatolódás, fényhullámok lecsatolódnak az anyagról. Ez körülbelül mai becslések szerint az ősrobbanás után körülbelül 380 ezer évvel később történt, és a hőmérséklet, amikor ez megtörtént, ezt pontosan meg tudjuk mondani, hogy mennyi, mert tudjuk azt, hogy mi az a hőmérséklet, ahol a semleges hidrogéngáz szétverődik, és ionizált hidrogéngázzal lesz dolga. Ez a hőmérséklet, az körülbelül 3000 Kelvin fok. Ez azt jelenti, hogy amikor ezek a fényhullámok elindultak felénk, akkor ők még 3000 Kelvin fokosak voltak. De miközben jönnek felénk, a közben tágul a világegyetem, nyúlik az a tér, amin haladnak ezek a fényhullámok. A tér nyúlása miatt a fényhullámoknak a hullámhossza is egyre nyúlik. Ha nyúlik a hullámhosszuk, akkor viszont csökken a frekvenciájuk szükségszerűen. Az azt jelenti, hogy csökkenni fog az a hőmérséklet, ami ezeknek a fényhullámoknak megfelel. Tehát ha ma ezeket a fényhullámokat keressük körülöttünk, akkor nem 3000 Kelvin fokos fényhullámokat kell keresnünk, hanem sokkal alacsonyabb hőmérsékletű fényhullámokat, és ez a hőmérséklet ez mára körülbelül 2,7 Kelvin foknak felel meg. Ha pedig frekvencia tartományban keressük ezeket a fényhullámokat, akkor ezek a rádióhullámoknak a tartományába esnek, pontosan a mikrohullámú rádióhullámok közé. És ezt a sugárzás tulajdonképpen, amit minden irányból tudunk érzékelni, ami elindult felénk a lecsatolódáskor és most ér ide, ezt írjuk kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak. Ez az, ami visszamaradt abból a lecsatolódásból, amiről beszéltem. Most ezt a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, hogy a fényhullámoknak mi a hőmérséklete, mi a nekik megfelelő hőmérséklet, ezt meg tudjuk mérni úgy is, hogy az ég különböző irányaival rácélzunk egy távcsővel, és az onnan beérkező fényhullámoknak meg tudjuk mérni a hőmérsékletét. Körülnézünk az égen, nagyon pontosan 2,7 Kelvin fokosak ezek a fényhullámok, nagyon pontosan, de mégis, hogyha különböző irányokban nézünk, egy picit a fényhullámoknak a hőmérséklete, amik abból az adott irányból jönnek, egy kicsit eltérnek ettől a 2,7 Kelvin foktól. Hát ez a pici, ez a itt látható is, mínusz 0,3 millikelvin, plusz 0,3 millikelvin, a piros foltok azok a forró pontok, ahonnan egy kicsit nagyobb hőmérsékletű fényhullámok jönnek, a kék pontok pedig azok, ahonnan egy kicsit alacsonyabb hőmérsékletű fényhullámok érkeznek. Itt van a kezemben egy labda, ez egy ilyen a teljes éggömbnek egy ilyen nyomott képe. Itt látható a teljes éggömb, ezt körbe is adom. Tehát ez annyiban különbözik, hogy itt úgy kell elképzelni, hogy mi ott vagyunk középen valahol, és ha körülnéznénk magunk körül, akkor ezt látnánk, ami ezen a labdán van. Még annyi különbség van, hogy itt látható egy sáv, ez a mi saját galaxisunk, a tejútnak a tányérja. Ebben a képben ez már le van vonva. Ez nyilvánvalóan, ami sugárzást kibocsát a mi tejútunk, az nem a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás. Ha mi arra vagyunk kíváncsiak, akkor ezt le kell vonnunk abból a képből, és ha levonjuk, akkor ezt a képet kapjuk meg. Ezt nyugodtan adjátok körbe. Szépen kéne elmondani, hogy azért ez nem teljesen ilyen, hanem korrigálva van a galaxisunk mozgása a háttérsugárzáshoz képest. De ennyire nem akartam belemenni a részletekben, mert nem férnénk bele az időben, de valóban. Hogyha ez a háttérhez képest mi mozgunk, már pedig mozgunk, a Föld forog, kering a nap körül, a
napunk az a galaxis magja körül kering, ezt a mozgást is le kell vonni abból a képből, amit látunk. De vannak, ez a kép azt fogja visszatükrözni, hogy amikor ezek a fényhullámok elindultak a forró plazmából, abból az utolsó állapotból még a lecsatolódás előtt, akkor ennek a plazmának hol voltak forró pontjai, és hol voltak hűvösebb pontjai. Annak megfelelő lesz tulajdonképpen ez a hőmérsékleti kép. Most amíg a plazmában a fényhullámok az elektromosan töltött részecskékkel kölcsön tudtak hatni, ez tulajdonképpen úgy történik, hogy egy fényhullám, amikor kölcsön hat egy töltött részecskével, azt megrázza. Amikor a fényhullám megrázza ezt a töltött részecskét, a töltött részecske, mivel mozog, ő maga is fényhullámokat fog kibocsátani, más irányba és kicsit más tulajdonsággal, mint amilyen a bejövő fényhullám volt. És hogyha ide rakjuk a mi távcsövünket, ezt a fényhullámot el is tudjuk kapni, amit ez a rezgő töltött részecske kibocsát. Ezek a fényhullámok a töltött részecskével minden irányból kölcsönhatnak, minden irányból érkeznek be fényhullámok, mindegyik megrázza ezt a töltött részecskét, amikor ő rezeg, ami fényhullámot kibocsát, az is mindenféle irányba rezegni fog. Ez csak akkor igaz, hogyha minden irányból ugyanannyi foton érkezik, és ugyanannyira rázza meg a töltött részecskét. Nem igaz viszont akkor, hogyha vannak ilyen forró pontok, meg hűvösebb pontok ebben a plazmában, mert a forró pontból egyrészt nagyobb frekvenciájú, de nagyobb amplitúdójú fényhullámok is fognak beérkezni, mint a hűvös pontokból. Ezért a forró pontokból érkező fényhullámok, itt ez most kék színnel van jelölve, azok jobban meg fogják rázni ezeket a töltött részecskéket, ezért a töltött részecske által kibocsátott fényhullámnak a rezgési iránya az jobban be fog állni, jobban fogja követni azoknak a fényhullámoknak a rázási irányát, amik egy ilyen forró pontból érkeztek és hatottak kölcsön ezzel a részecskével. Ez azt jelenti tehát, hogy ha egyenletes hőmérsékletű lett volna ez a plazma, akkor ami fényhullámok ma beérkeznek, és észleljük valamilyen távcsőn, valamilyen rádió távcsőn keresztül, azoknak a rezgés irány és mindenféle irányba kellene, hogy rezegjen. De mivel voltak ezek a hőmérséklet különbségek, ez egy ilyen effektus, ami hatása van a részecskéknek a rezgésére, emiatt mégiscsak lesznek kitüntetett irányok ebben a térképben. Meg tudjuk nézni nem csak azt, hogy milyen hőmérsékletű fotonok jönnek egy adott égi irányból, de azt is meg tudjuk nézni, hogy mi az a jellemző rezgési irány, amilyen irányba azok a töltött részecskék rezegtek, amik azokat a fényhullámokat keltették, amik abból az adott égi irányból érkeztek be. Tehát nem csak egy ilyen hőmérsékleti képet tudunk elkészíteni, de a másik, amit el tudunk készíteni, az egy ilyen mintázat térkép, ezt hívjuk polarizációs mintázatnak, vagy polarizációs mintázat térképnek. Itt tulajdonképpen minden egyes égi irányhoz hozzá tudunk rendelni egy ilyen rezgési irányt, hogy jellemzően abba az irányba rezegtek jobban a töltött részecskék. Ezt úgy kellene elképzelni, hogy minden egyes égi irányhoz egy ilyen vonalkát kellene berajzolnunk, hát ezt végtelen sűrű módon nem tudjuk megtenni. Ez egy kicsit ritkásabban, de azért úgy viszonylag jól visszatükrözi, hogy mi az a polarizációs térkép, vagy polarizációs mintázat, amit egy jó távcsővel meg tudunk alkotni. Ezt a térképet, viszont ezt a mintázatot, ami egy nagyon bonyolult mintázat, matematikai módszerekkel, amik nem is annyira bonyolultak, szét lehet bontani elemibb mintázatokra, és két elemi mintázatot úgy hívunk, hogy E-módus és B-módus. E-módushoz ők tartoznak, a B-módushoz pedig ők tartoznak, ilyen mintázatok, tehát ez egy ilyen sugaras és körkörös mintázat, a B-módus pedig egy ilyen csavart mintázat, jobb csavaros és bal csavaros mintázat. Ezt a bonyolult képet föl lehet bontani matematikai módszerekkel E-módusra és B-módusra. Az E-módus az ezeknek valamilyen kombinációjából fog összeállni, a B-módus térkép, a B-módus mintázat pedig ezeknek valamilyen kombinációjából. Ezt meg is mutatom. Tehát így néz ki egy ilyen összkép, legalábbis egy darab abból a polarizációs képből, itt vannak ezek a vonalak, amik láthatóak. És egy matematikai módszerrel szét tudjuk bontani ezt E-módus és B-módus mintázatra. Most amiről beszéltem eddig, hogy vannak forró pontok, meg hűvös pontok a plazmában, és ezek már eleve kialakítanak valamilyen mintázatot ebben a polarizációs térképen.
az kizárólag E-módust tud létrehozni. Vannak azonban gravitációs hullámok, amik a, magának ennek a télidőnek a fluktuációi, időben továbbadnak. Ezek is, ezek két dologra képesek. Egyrészt magára az anyagra hatnak, arra az anyagra, ami aztán ki fogja bocsátani a fényhullámokat. Ez, tulajdonképpen ezek a gravitációs hullámok is rázni fogják az anyagot. Másrészt viszont a gravitációs hullámok közvetlenül hatnak a fényhullámokra is. Most ennek az lesz a hatása, hogy a gravitációs hullámok, téridőnek ezek a torzulásai, nem csak E-módust tudnak létrehozni, de ezt a B-módust is létrehozhatják. És B-módust csak a gravitációs hullámok tudnak létrehozni abban a képben, ami kialakult a lecsatolódástól. Tehát tulajdonképpen a cél az volt, hogy egy jó távcsővel elkészítsék ezt a polarizációs mintázatot, ezt szétbontsák E és B módusokra, és a kérdés az volt, a nagy kérdés az volt, hogy B módust egyáltalán fogunk-e látni. Ha látunk, az az, ami arra utalhat, hogy gravitációs hullámok is beleszóltak abba, hogy ez a polarizációs mintázat hogy néz ki. Most ezek a gravitációs hullámok honnan erednek? És itt jön be a képbe a kozmikus infláció. A kozmikus infláció elméletét, hát ennek sokféle fajtája van, és sokan foglalkoznak vele. Két nagy név ebben a szakmában, Alan Guth és Andrej Linde. Ők ketten voltak, akik ehhez az eredményhez az elméleti hátteret teremtették meg tulajdonképpen. Bizonyos csillagászati megfigyelések, amiket most nem részleteznék, csak hogyha majd kérdésekbe esetleg ez fölmerül, bizonyos csillagászati megfigyelések arra utaltak már eddig is, hogy a világegyetem nem egyszerűen úgy kellett, hogy táguljon, amit Edwin Hubble megfigyelt, hanem arra lehetett következtetni, hogy valamikor az ősrobbanás utáni első időpillanatokban, konkrétan ilyen 10-35 másodperc környékén, ami egy iszonyatosan pici idő, e körül ennek a tágulásnak sokkal-sokkal gyorsabban kellett lezajlania, mint amilyet ma tapasztalunk magunk körül. Ezt a nagyon gyors tágulást, ami igazából fénysebességnél is gyorsabb tágulás, ezt nevezték el kozmikus inflációnak. Mielőtt bárki megütközne azon, hogy fénysebességnél gyorsabb tágulásról van szó, az anyag az valóban legfeljebb fénysebességgel tud haladni. De maga a téridő, a tér maga, az meg tud nyúlni fénysebességnél gyorsabb sebességgel is. Egészen furcsa hangzik, de így van. Tehát az ősrobbanás utáni körülbelül 10-35 másodpercben nagyon-nagyon sokszorosára nőtt az univerzumnak a méret skálája, ebben a fénynél gyorsabb tágulásban, ez a kozmikus infláció. És utána ez lezajlott ez a folyamat, ez véget ért, és utána az a tágulás indult el tulajdonképpen, aminek az elmélete korábban is létezett, amit Edwin Hubble felfedezett, ami már ismert volt. Ez a kozmikus infláció ez nem egy olyan régi elmélet. És voltak erre utaló jelek, illetve voltak olyan jelek, amikből arra következtettek, hogy ez létezett. De voltak, persze ezt az elméletet pontosan arra alkották meg, a megalkotói, hogy azokat a megfigyelt jelenségeket leírják velük, amik már eddig is ismertek voltak. De egy elmélet akkor jó, hogyha tud jóslatokat tenni, amik aztán kísérletileg megfigyeléssel ellenőrizhetőek, és egy ilyen ellenőrizhető eredmény ennek az elméletnek az volt, hogy amikor ez a kozmikus infláció lezajlott, ez egy nagyon nagy energiai folyamat, hirtelen szétröccsen a világegyetem, ez tulajdonképpen úgy képzelhető el, mintha maga a tér egy ilyen gerjesztést kapott volna, jött egy nagy kalapácsos ember, rásózott a térre, és ezen a téren megjelentek ezek a fodrozódások, ezek a gravitációs hullámok, egyszer rezegni kezd a téridő, és tulajdonképpen minden, amit ma magunk körül látunk, ebben a rezgő téridőben alakul már ki. Ezek pedig a gravitációs hullámok, magának a téridőnek a fodrozódásai, maga a kozmikus infláció ilyet kellett, hogy keltsen az elmélet szerint. Egészen mostanáig nem volt megfigyelés, ami ezt igazolni tudta volna, hogy valóban léteznek-e ezek a gravitációs hullámok. Ha léteznek, akkor valami nyomának kell lennie, ami nyoma lehet, az az a B-módus, ami a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás polarizációs mintázatával ki tudott alakulni. És itt van maga
az a kép, amit ez a Bicep 2 nevű távcső készített. Ez a Bicep 2 távcső, ez a déli sarkon található, és a déli sarktól tulajdonképpen itt fölfelé nézve készítette ezt a képet. Ez az teljes égnek nyilvánvalóan csak egy pici darabkája, de erre a pici darabkára el tudta készíteni ezt a polarizációs mintázatot. A polarizációs mintázatot fizikusok föl tudták bontani erre az E és B módusra, és kiderült, hogy ténylegesen van B módus, ez a kép már maga csak ez a B módus. Itt vannak ezek a vonalkák, amik a különböző égirányokban jellemző polarizációs irányt mutatják, kizárólag a B módus. A színek pedig azt jelzik, hogy ennek az elcsavarodásnak a mértéke mekkora, a mintázat elcsavarodásának a mértéke mekkora. És ezeket az elcsavarodásokat már maguk a gravitációs hullámok hozzák létre. Tehát az, hogy itt egy színes képet látunk, az ezeknek a gravitációs hullámoknak köszönhető, amik a kozmikus inflációban keletkeztek. Úgyhogy ez lett végül egy olyan megfigyelésből származó eredmény, ami nem volt korábban ismert dolog a kozmikus infláció elmélete előtt. Az infláció elmélete megjósolta, hogy kell lennie ilyennek, és ez a Bicep teleszkóp volt az, ami végül is meg tudta találni. Így néz ki maga ez a távcső. Déli sarkon található, ahogy már említettem, itt található belül a maga a távcső. Ez nem egy rádióantenna, nem egy ilyen rádióantenna, ez nem rádióantennának a tányérja, ez tulajdonképpen ilyen visszaszórt fény vagy rádióhullámokat akadályozza meg, hogy bejussanak ide a teleszkópba. Tehát ez tulajdonképpen egy árnyékolása csak a dolognak. Itt van maga benne a teleszkóp, és az, ami a maga fölött pásztázta az eget. És miért jelentős az eredmény, és az én szempontokból is miért jelentős, akik gravitációs hullámokkal foglalkozom? Az, hogy léteznek gravitációs hullámok, erre volt egy elméleti előrejelzés Einstein általános relativitás elméletéből. Létezett már korábban is egy közvetett bizonyíték arra vonatkozóan, hogy léteznek ezek a gravitációs hullámok. Ez most egy második közvetett bizonyítéka annak, hogy léteznek ezek a gravitációs hullámok. Egy elektromágneses megfigyelésben sikerült felfedezni gravitációs hullámoknak a nyomát. Ez azonban mondhatjuk úgy, hogy egy korszaknak a kezdete csak, a gravitációs hullám csillagászaté. Épültek már a világ több pontján az úgynevezett gravitációs hullám detektorok. Itt látható kettő olyan, amikkel én is dolgozom, ezek az Egyesült Államokban találhatóak, de van ilyen Olaszországban, Németországban és Japánban is, és ezek fejlesztés alatt állnak. És ezek a gravitációs hullám detektorok várhatóan 2-3 éven belül közvetlenül is képesek lesznek gravitációs hullámokat megfigyelni. Nem azokat a gravitációs hullámokat, amiket a Bicep 2 most felfedezett, nem azokat, amik az inflációból keletkeztek. Gravitációs hullámokat tulajdonképpen mozgó tömegek mind bocsátanak ki. Én is, ahogy itt mozgok, bocsátok ki gravitációs hullámokat, csak olyan borzasztó gyenge ez a hatás, hogy ez kimutathatatlan. De az űrben vannak nagyon nagy sűrűségű, nagyon gyorsan mozgó objektumok, fekete lyukak, neutroncsillagok, egészen egzotikus objektumok, amik a mozgásuk során szintén keltenek gravitációs hullámokat. Mi ezeket reméljük észlelni ezekkel a gravitációs hullám detektorokkal. Jövőre fognak ezek beindulni, most egy fejlesztés időszakában állnak, jövőre indulnak be, és abban bízunk, hogy a beindulás után egy-két évvel már a közvetlen felfedezés is megtörténhet, például mozgó fekete lyukakból vagy neutroncsillagokból. Amikor ez megtörténik, onnantól kezdve tulajdonképpen a csillagászat történetnek egy új fejezete fog indulni, hiszen eddig, amit a csillagászatban felfedeztünk, azokat mind szinte elektromágneses hullámok, fényhullámok megfigyeléséből fedeztük föl. A Bicep 2 eredménye is ilyen. De ha a gravitációs hullámokat végre közvetlenül is tudjuk majd észlelni ezekkel a detektorokkal, akkor ez a fényhullámoktól egy teljesen független információhordozó közeg, és megnézhetjük, hogy az égen a különböző objektumok milyen gravitációs hullámokat bocsátanak ki. Ez kicsit olyan, mintha egy új érzékszervet fejlesztenénk ki magunknak, amivel a világegyetemet körülöttünk megfigyelhetjük. Teljesen új objektumokat fedezhetünk fel, új jelenségeket, illetve amik már ismertek, azokat még jobban megérthetjük, beleértve az ősrobbanást is. Úgyhogy azt kérem a tisztelt hallgatóságtól, hogy figyeljenek még oda, mert hogy ez még a történetnek csak az eleje, ez a Bicep 2 felfedezés, még szerintem hasonlóan nagy vagy még nagyobb felfedezések várnak ránk. Köszönöm szépen a figyelmet!